A lovagavatás ünnepélyes bevonulással kezdődött, amely után Tolcsvai Béla énekelt az esemény helyszínéül szolgáló házasságkötő teremben. A Szent György lovagrend szlovákiai priorátusának a tagok ajánlása alapján idén két új tagja lett. Mindkettejük számára fontos a család, a keresztény értékrend, valamint a rászorulók megsegítése. Nagyon nehéz leírni ezt az egész állapotot, amint az ember átmegy ennél a lovatásnál. Megható volt ez az érzés, hogy az ember egy bizonyos társasághoz tartozik, aki képviseli a szegényeknek a támogatását, a betegek fölkarolását. Szerintem a legfontosabb küldetése ebben a lovagrendben lesz, hogy a hitet, hiten keresztül pedig az embereknek kicsit az átnevelését, az világunk jobb ételét, és a rászorultaknak segíteni ebbe a különös világunkban. A Szent György díjat a Csalló Közszerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet tagjai ünnepélyes keretek között adták át a Vermes villában. Az elismerést idén Kulcsár Tibor templomatja, a helyi katolikus plébánia közösség gazdasági tanácsának tagja érdemelte ki az egyházi, a kulturális és a társadalmi életben végzett tevékenységéért. Legbüszkébb a kis templom építésére vagyok. A hívek lehetővé tették azt, hogy szervezhettem, építhettük munkájukkal és nemes adományaikkal, mert csak így lehetett felépíteni a templomot közösen. Hát a templomatya egyik feladata az is, hogy összefogja a közösséget, ott, ahol sokan vannak, kell a lelkipásztor mellé kell egy másik ember is, akinek azt elmerik mondani, amit a pásztornak, a lelkiatyának nem, és akkor az ember így tud építkezni. A Kételkednél Szent György jóvitéz történetében idézd régi szobrát a prágai vár ünnepi terén, halálra ítélt sárkány Vicsorográd, mely azóta sem halt meg igazán. A Szent György nap Dunaszerdahely meghatározó emléknapja, hiszen Szent Györgyhöz, a város patronusához és a Vámbéri téri katolikus templom védőszentjéhez kötődik. Hájos Zoltán polgármester szerint manapság különösen fontosak a közösségek és a közösségi rendezvények. Tudjuk azt, hogy vannak olyan szándékok, hogy szétverni az egységet, szétverni a közösségeket, mert a közösség tagjaként erős valaki, viszont egymagában mindenki gyenge. Tehát, hogyha szétbontunk egy közösséget, akkor azokat az embereket könnyebb befolyásolni. Míg, hogyha közösségben vagyunk, akár sport, akár kultúra, vagy akármi területén, vagy összetartozó csapat alakul ki, akkor azok egymást segítve, egymást biztatva erősek. Tehát sokkal egyszerűbb egy közösségben dolgozni, közösség tagjaként tenni a dolgát valakinek, mint hogy egymagában.